Ez a 100 méter hosszú járda a Bajcsy-Zsilinszky utcában nemrég készült el, eddig téglásúton lépkedhettek az erre járók. A három ingatlant érintő járda önkormányzati támogatással és a lakók hozzájárulásával épült. Idén újszerű járdaépítési programot hirdetett az önkormányzat, amit a Halasi Városgazda ZRT koordinál. Már közel 50 igény érkezett be a céghez, és most elkészült az első járda. A járdaépítésnél vagy felújításnál több verzió közül lehet választani. Meg is csináltunk már egy egybefüggő három lakást érintő 100 méteres szakaszt, közösen az ott lévők, ott lakókkal, és akkor annak a tapasztalatát alapul véve úgy látjuk, hogy gyakorlatilag azt kell csinálni, hogy mindenkivel külön megegyezni. Tehát ez azt fogja jelenteni, hogy nem lesz két egyforma megoldás. Lehet, hogy lesz olyan, ahol mi csináljuk, és a lakó hozzájárul. Lesz olyan esetleg, ahol a lakó csinálja meg, és a város fog hozzájárulni, de azt is mi fogjuk koordinálni. Lesz esetleg olyan, ahol közös munka van, hiszen most is például ennél a helynél a lakók is beszálltak, mi is dolgoztunk, és akkor megegyeztünk ennek a közös terviselésében. Egy biztos, hogy olyan nem lesz, hogy ingyen van, mert néhány ember félreértette a dolgokat, tehát ingyen járda nem lesz. Olyan járda lesz, ahol közös költségmegosztás van. Minél nagyobb hányadot visel el egy lakó, annál biztosabb a járdaépítés, az 50% a minimum, viszont a közös munkák 50%-át biztos, hogy be kell fizetnie, de nyilván attól függően, hogy térkövet csinál, vagy esetleg 70-80 méter a járdaszakasza, vagy csak 18 méter, itt vagy esetleg 3-4-en fognak össze, vagy egyedül van valaki. Tehát ennek a függvényében itt mindenkivel egyedileg fogunk beszélni. A Városgazda ZRT az elkövetkező napokban fog egyeztetni a jelentkezőkkel az időpontokról, a minőségről és a költségek megosztásáról. A járdaépítések üteme a rendelkezésre álló forrásoktól függ. Már beszéltem a polgármester úrral, ha rendelkezésre álló összeg az megvan, az valóban hát ennek körülbelül az egyharmadát fedezi, de már találtunk legalább 2-3 megoldást, ezt most még egyelőre nem mondanám, amelyik pénzügyileg ezt a folyamatot segíteni fogja, hiszen valószínűleg az út rendelet is bizonyos szempontból belefér, még az LTP kassa is egyebek, tehát van már 3-4 olyan pénzügyi konstrukció, ami ezt az alapot még lehet, hogy megduplázza, megtriplázza. Csak egyetlen egy dolgot fontos elmondani, hogy hiába lesz több az alap, attól ingyen járdaépítés nem lesz. Van egy réteg, aki azt képzeli, hogy itt ingyen járdaépítés lesz. Ezt most mondom egyértelműen, hogy nem lesz ilyen. Mindenkinek hozzá kell valamilyen szinten járulni, az ő általa végzett munka, meg az általunk végzett munka arányában.